Ugye mehetünk most már a vizes világbajnokságra, vagy mire. Zakkásra tálakat szoktam csinálni reggelente. Kávét azt én viszem Balatonra. Üdv ismét egy újabb vlogban. Szóval kész a kávém. Előző vlogban is mutattam nektek a maradék presszó kávét. Leszoktam fagyasztani, és akkor utána a meleg tejbe ezeket a presszó jégkockákat szoktam beledobálni, és marha finom úgy a kávé. Ahogy az előző videóban is mondtam, hogy életmódot váltottam, de mennyire drasztikus az egész helyzet. Csak heti 6-szor edzek, meg jobban odafigyelek arra, hogy miket eszek. Úgyhogy a héten szinte minden nap ilyen zakkásával indítottam, és amúgy nekem ez vált be a legjobban, hogy megcsinálom a zakkását, és ilyen délután 2-ig nem vagyok éhes egyáltalán, mert egy csomó gyümölcsöt is rakok rá, mogyoróvajjal csinálom, meg egy pár szem valamilyen magot is dobálok rá. Marha nagy gyümölcs dömping van, úgyhogy csomóféle gyümölcsöt meg lehet kapni, friss, magyar, helyi gyümölcsöket. Jól lehet variálni, ráadásul igazából rájöttem, hogy én szeretem az étkezésben ezt a szabályosságot, vagy hogy engem nem zavar, hogy mondjuk minden reggel ugyanazt eszem. Jól is esik, finom is, és tudom, hogy jó is a szervezetemnek. Nem kell ezen gondolkodnom, hogy mit fogok reggel enni, mert hozzájár, hogy zapkása. Vagy a másik, amire még nagyon rákaptam, az a pirítós kenyér, befoghagymázva, hummusszal és koktélparadicsommal. Isteni finom. Ilyen kis zakkása tálakat szoktam csinálni reggelente, és nem csak marha aranyos, meg cuki, meg jól néz ki, hanem nagyon finom is. Úgyhogy általában szoktam csinálni ilyen 4-5 különféle gyümölcsöt vásárolok, és akkor azokat szoktam így összepárosítani. Tegnap elmentünk, nem is tudom mikor, este 10-kor, vagy hogy sütizni. És a sütiző hely előtt ki volt feszítve egy ilyen marha nagy plakát, hogy Szegeden a Tisza Virág sportúszodában lesz a FINA 2022-nek pár meccse megrendezve, és én mondom, úristen, de jó, hogy nézzük már meg, hogy menjünk már el. Erre mára vettünk is jegyet, délután 2-től vannak a meccsek, úgyhogy ma elmegyünk oda, és még este 7-től ráadásul Orgona koncert is lesz a Dom téren, illetve a Domban, úgyhogy még oda is elmegyünk, úgyhogy most ilyen nagyon gyorsan dolgozok, már amennyit tudok. Nagyon nincs ilyen extra sürgős munkám, szóval el tudok így menni mondjuk egész napra. Sajnos azt hiszem nem a magyarok fognak itt most megmérkőzni, hanem külföldiek, de akkor is jó lesz, már még soha nem voltam ebben a sportuszodám, ezt nem annyira nagyon régen adták át. És még sose voltam vízilabda meccsen. Juhu, mindjárt mehetünk most már a vizes világbajnokságra, vagy mire. Elkezdtem összekészülődni, és akkor jutott eszembe. Ugye mondtam nektek, hogy mennyire jó az a herbária 30-as naptej. Hát nagyon szar volt a végén, már ki is dobtam az egész flakont, mert elmentünk Makóra strandolni. Körülbelül másfél óránként kenegettem vele magam, nem feküdtem ki a napra, hanem csak az árnyékban voltam, és szar ráégtem. Olyan rákvörösre égtem, mint amikor a tengerparton elfelejtettem bekenni magam. Semmit nem használ, bementem a patikába, és mondtam a patikusnak, hogy ez így mégis hogy, meg miért, és mondta, hogy hát igen, hogy hát nem mindig annyira jók ezek a biodolga, meg az ilyen mindenmentes, meg természetes, mert hogy pont az ilyen fényvédő faktor hiányzik belőle, akkor is, hogyha rajta van a 30-as, azt mondta, hogy hát ez nem annyira sokat ér. Szóval rögtön vettem másik 50 pluszos UVA, UVB nagyon magas napfényvédővel ellátott visi naptejet, ami 24 órán át tartó hidratálást biztosít, meg még hipoallergén is. Ez azt hiszem, hogy 5500 forint körül volt. Eddig nagyon jól bevált, már kipróbáltam, voltunk a hétvégén strandolni, és félig kifeküdtem a napra, meg félig árnyékban voltam. Körülbelül szerintem egy ilyen 2 óránként kenegettem magam ezzel, és egyáltalán nem égtem le. Most van szerda, és vasárnap voltunk a strandon.
Szóval egyáltalán sehol nem sültem széjjel, egy pici színem lett. Eddig nekem ez így bevált, szerintem ez tök jó. És akkor már én nem is tudom, azt mondtam, már mondtam nektek, hogy az ajkak védelme is fontos, szóval ezt a labellót használom. Ezzel csak annyi, hogy egy idő után így belül a kis ráncokba a számon, és úgy néz ki, mintha ilyen fehér valami izé lenne a számon, szóval ilyen fehér ilyen csomók lesznek a számon. Annyira olyan nem cuki, de így 3 óránként azt szoktam csinálni, akkor letörlöm az egészet a számra, és újra felviszem, és akkor ez úgy tökre jól működik. Szóval, hogy amikor először felviszem, akkor nem olyan vészes. Például nem viszek fel sokat, de akkor is 3 óra múlva kb. Összeáll így a számon nem túl szép csomókba. A következő ilyen napvédelemmel kapcsolatos dolog, voltam a hajcikk fodrász üzletben, Szegeden, hogyha ismerősök vagytok, ezt a Revlon hajápoló sprayt vettem, ami UV védelemmel is ellátott, hidratáló valami. Ez elvileg táplálja is a hajat, segít kisimítani, elvileg kócosodást is gátolja, nagyon jó illata is van, és 2900 forint volt, egy ilyen 200 millis. Szerintem tök jó, amúgy is szerettem volna valamilyen hajsprayt, amit nem kell kimosni. Illetve anyutól kaptam, anyu vett magának egy ilyen Lancôme Lash Idol szempillaspirált, és mondta, hú, próbáljam már ki, mert annyira marha jó, és mondtam, hogy anyu, ez tényleg állatire jó, és rájöttem, hogy hogy működik a legjobban, hogy egy réteget felviszek ebből a Lancôme-ból, és utána egy réteget ebből a Lash Sensational-ből. Csütörtök este 6:45 van, és annyi minden dolgom volt, egyszerűen nem volt idő ma egy percre se elővenni a kamerát. Csomó utolsó másodperces meló érkezett be, akkor rájöttem, hogy ma van június 30, tehát ma van a számlazárás, úgyhogy ami munkákat nem adok le a mai napig, azokat csak a következő hónap végén lévő számlazárással fogadják el, szóval most ami munkát tudom, megcsinálok jó minőségben, viszonylag gyorsan, de van hirtelen 5 percem körülbelül, amíg mindent elpakolok. Ja, holnap ráadásul megyünk a Balatonra, úgyhogy pakolok. Ma megint volt egy 1,5 órás erőnléti edzés, amit egyre jobban szeretek, imádok, és most ugye 10 napot leszünk benne a Balatonon, és már azon vagyok, hogy úristen, marhára fog hiányozni ez az edzés. Megvan a ritmusa már a napomnak, a hetemnek, és hogy annyira sok minden jó dolog történik amúgy is, így a hétköznapokban. Örülök nagyon most ennek a balatonozásnak, meg családi nyaralásnak, minden, de hogy pont ma gondoltam bele, hogy tulajdonképpen nekünk a mindennapjaink is tisztára hétvégék, vagy hogy mondjam, és ez most nem így nagy képviség van mit, hanem hogy mindig próbálom úgy alakítani a napomat, én is magam párom, és hogy mindkettőnknek megvan a saját elfoglaltság, amit mit a hobbiból csinálunk, amiket mi szeretünk külön, akár külön-külön csinálni, hogy te szeretek nagyon olvasni, én szeretek edzeni, akkor szeretek kávéjaimat bügyürgézni. Mindkettőnknek megvan ez a külön-külön hobbia, meg külön ideje a napban, és megvannak az ilyen közös programjaink is, ahol meg közösen töltődünk fel, meg megvan ugye a munka is. Szóval, hogy valahogy vasárnap, előző hét vasárnap történt valami, hogy valami minden így a helyére rázódott, és most nem akarok így elkiabálni semmit, csak hogy valahogy tényleg minden, már csak a lottó ötös hiányzik, hogy őszinte legyek, hogy valahogy a tök boldog vagyok, meg úgy kezdek ráérezni már az életmódváltásos dologra. Kezdem úgy nagyon élvezni így az életet, de hogy eddig is élveztem, most nem azt mondom, hogy eddig szar életem volt, csak hogy most valahogy úgy minden klappol, vagy most úgy
minden olyan természetesen jön, vagy én nem tudom, hogy mondjam. A legérdekesebb az egészben, hogy ezek közül, a klappolós dolgok közül semmi sem pénzügyi. Minden valahogy úgy összejött, hogy így marha jó, hogy én nagyon remélem, hogy ez így fog maradni örökre. Vagy legalábbis még egy jó időre. Most, hogy pakoláztam egy kicsit, szét vagyok esve, szóval kicsit pakoláztam is a Balatonra, elmosogattam, akkor bekevertem két kenyértésztát, mert a Balatonra is viszünk kenyeret, és akkor így pakoláztam, így eszembe jutott, hogy én rendeltem a ház pörkölő üzemtől, hát nem pörkölő üzem, de ilyen kisebb pörkölőtől, Miskolcon vannak, és követtem őket, és az Instán feljött egy ilyen hirdetésük, hogy június 24-től 26-ig volt promóció náluk, hogy ha abban a három napban vásárolsz, akkor ingyenes a kiszállítás. És megnéztem a kávéjukat, már amúgy is így féltasak kávé, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy már amúgy is kellett volna egy új kávé, és nem tudtam, hogy honnan rendeljem, és amikor feljött ez a hirdetés, mondom, ilyen nem létezik. Szóval, hogy ilyesféle klappolásokra gondolok, nem, és már szerettem is volna tőlük venni kávét, és megnéztem a honlapjukat, és mondtam, hogy 5-6 féle kávéjuk, abból egy darab prémium, az összes többi pedig specialty kávé. Egyáltalán nem drágák. Szóval én, amiket így szoktam venni specialty kávékat, hát most mindenki hanyat fogja vágni magát, én is szoktam, 4000 és 5800 forint per 250 grammonként szoktam venni. Amiket én láttam specialty kávékat, azok ilyen rohadt drágák, finoman szólva. A Kék Elefántban szoktam venni kávét, a Baristában, és amikor ilyen tök alapkávékat szeretnék, akkor mit a Novába, a Starbucksot, meg ilyesmit. Múltkor bementünk a Gabriella fagyizó kávézóba, a Rudi és Fickóval szemmel, hogy a szegediek vagytok, hogy tudjátok, és ott vannak olasz kávék, és ez a Café Vergnano, a srác ejtette ki, hogy előre így kell kiejteni, de fogalmam sincs, hogy kell. 100% arabika szemes kávéja, az, amit mondhatom, hogy kipróbálok. Leginkább azért, mert ez volt az egyetlen egy, ilyen kisebb kiszerelésű szemes kávéjuk, amúgy csak darált volt, és darált kávé, hát na, azt nem annyira szeretnék venni, szóval én magamnak szeretem darálni a kávét, sokkal tovább megőrzi az aromáit. Az ilyesféle nap mindegy, jó, oké, nem menjünk ebbe bele, oké, ezt vettem. Hogy egyszer szívesen csinálnék egy ilyen kávés vlogot is, mert amúgy csomó mindent megtudtam a kávékról, utána jártam, meg olvasgattam, meg ilyesmi, és szerintem marha érdekes dolgok vannak így a kávéval kapcsolatban, amit szerintem nagyon sokan nem is így tudnak. Általában napi egy kávét iszom, szóval annak nagyon jónak kell lennie, amúgy nem bírom annyira a koffeint. Már volt koffein mérgezésem, és ez nem a legjobb dolog a világon, szóval össze-vissza ver a szíved, kiver a víz, remegsz, meg szédülsz, meg minden baj, meg ilyen nagyon rossz lesz a közérzetet, szóval, és ez mind két kávétól, szóval én azért nem merek nagyon egynél több kávét inni, mert tényleg nagyon szarul leszek tőle, nem tudom, hogy meg miért, de nem bírom annyira koffeint, na, és ezért egy darab kávét szoktam inni, ez a prémium kávé, hogyha főzve is annyira nagyon jó, mint ahogy írják, hogy milyen ízjegyeket lehet belőle kérezni, akkor ez lesz az új kedvenc kávém, mert én az ilyen ízjegyeket imádom, hogy kakaó és étcsoki, és én az ilyen mogyorós, sűrű, nagyon erőteljes kávé ízű kávékat szeretem, és ugye a specialty kávéknak meg pont az a lényege, hogy kicsit ilyen frissebb, gyümölcsösebb, savasabb kávék, és én pont azt szeretem a kávéban, ami jó, sűrű, olasz pörkölésű kávé, azokat szeretem a legjobban, szóval ezért ezt a prémiumot választottam, tessék, és mutatom, na és ez mind azért jutott eszembe, mert megbeszéltük annyival, hogy akkor a kávét azt én viszem a Balaton, vagy hát mi visszük a Balatonra, ez az 2500 forint volt, 250 grammos kávé, és azért jutott eszembe ez a kávé, mert friss pörkölésű, tehát 2022. 6. 23. tehát pont egy hetes pörkölésű, és hogyha nem tudom mennyire tudjátok, de a friss pörkölésű kávékat nem érdemes azonnal ledarálni és megfőzni, hanem legalább egy hetet érdemes hagyni őket állni, hogy ilyenkor is még csiszolódik ízük, az aromáik, szóval ilyenkor beérik a kávé tulajdonképpen. Úgyhogy pont mondtam anyának, hogy mire megyünk a Balatonra, pont jó lesz a kávé, úgyhogy leviszem. A másik, amit vettem a háztól, az viszont egy 3500 forintba került, az már egy specialty kávé, egyébként mindkettő 100% arabika. Ez pedig cseresznye,
zsemlénye, szőlő és karamell ízjegyeket hordoz elvileg, és ezt is 6.-23-án pörkölték, szóval ez is így pont mostanra ért be. Nagyon kíváncsi leszek a kávékra, mert hogyha tényleg olyan jók, mint ahogy én azt olvastam, meg hallottam, akkor lehet, hogy át fogok állni ezekre a kávékra, mert amúgy brutálisan felment a specialty kávéknak az ára. Mondom, hogy 4000 forint alatt szerintem csoda a specialty kávét találni. Kíváncsi leszek, hogy a prémium és a specialty között mekkora lesz a különbség. Amint értem én, hogy a pörkölési folyamat teljesen más. Kíváncsi leszek ezekre a különbségekre. Egyébként marha jó volt a tegnapi vizes világbajnokság. Aztán mondtam, ilyen tök random lett megvéve a jegyem. Tegnap 2-től 3-4-7-ig, vagy meddig ott voltunk, és megnéztünk 3 vízilabda meccset, és annyira jó volt. Nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ha legközelebb is lesz még ilyen, és hát majd fogom nézni, hogy lesz-e már, csak mindenképpen el akarok menni, mert annyira jó volt szurkolni. Persze a magyar válogatott az nem Szegeden játszott. 14. helyért küzdöttek, és gondolom, hogy Budapesten meg a 10-től első helyért küzdők lesznek, mert mégiscsak ott a főváros, meg Budapest finál, meg nem tudom. Meg elmentünk a Domba, egy orgona koncertre, egy olasz férfi orgonista jött. Tök ingyenes volt a program. Egyébként ajánlom nektek, hogy ha szegediek vagytok, vagy jöttök Szegedre, akkor nézzetek körül, mert augusztus végéig ilyen 2 hetenként szoktak lenni ilyen orgona koncertek, és tök ingyen van az egész, bárki beülhet, ilyen este 7 körül szoktak lenni. Érdekes volt, én meg a Dómban nem voltam koncerten, csak mindig mászkáltam, turistáskodtam, és ez az akusztika, meg hogy én még orgonistát nem láttam úgy játszani, hogy a lábai is így jártak, a kezei is így jártak, és szemmel alig bírtam követni, hogy mit csinál. Hihetetlen tehetségek vannak, és jó néha látni így élőben ezeket a tehetségeket. Nap is nagyon jó, mondom, mai is, annyira jók voltak az edzések, de egyre bedúrulnak, tehát nem tudom mennyire ismeritek, Bosszúnak hívják, azt hiszem, hogy az a márka neve, Bosszú. Több ilyen bosszút rakott egymásra az edző, és arra kellett ráugrani, és hogyha a Bosszú egyébként úgy néz ki, hogy műanyag az alja, és a teteje meg olyan, mint egy félbevágott jógalabda, szóval ha arra ráugrasz, én nagyon kell rajta egyensúlyozni, ezeket ilyen stabilizációs gyakorlatoknak hívják. Néztünk így egymásra, hogy ez csodálatos, hogyha nem mindegy, de marha jól éreztük magunkat, tök jó, felpesdített minket, és akkor holnap már délben biztos nem fogunk elindulni, de mint olyan 2 körül remélem, hogy elindulunk, szóval még holnap jelentkezek, és megmutatom, hogy miket pakolunk be, meg hogy ja, megviszük a bicikliket is, úgyhogy még az is egy jó mulatság lesz holnap felszerelni a biciklitartót. Úgyhogy ezeket már még mind látjátok a vlogban, és aztán pedig majd jöhet a balatonos vlog, szóval ha érdekel titeket, akkor majd iratkozzatok fel, és kattintsatok rá arra a csengő ikonra, és akkor majd biztosan fogtok kapni értesítést arról, hogy mikor jön a következő videó. Ma megyünk Balatonra. Hát teljesen nem pakoltam össze. Kitaláltam azt is, hogy ha megy a légkondi, a sütő és még a főzőlap is, akkor az levágja a biztosítékot, szóval. Szóval mondtam nektek, hogy ilyen zapkásokat szoktam enni leginkább, és szerintem marha jól néz ki.
Szeretek rácsorgatni kevés juharszirupot, mert amúgy én nem szoktam semmit rakni a zapkásába, szóval csak ilyen felöntöm egy kis tejjel, meg rakok rá fahéjat, és ennyi. Most jutott eszembe, hogy sót is rakhatnék bele, és még jobb lenne az íze. Szóval semmiféle édesítőt nem szoktam belerakni, úgyhogy én a végén szoktam egy nagyon kevés juharszirupot rálocsolni, meg raktam rá mogyoróvajat, meg amilyen friss gyümölcs van itthon, de télen meg lehet kapni ezeket a bogyós gyümölcs mixeket, fagyasztott bogyós gyümölcs mixeket, és azt szoktam rádobálni, és akkor még valamilyen magot is dobok a tetejére, mostanában a tök magot szeretem nagyon. Ez itt nem a reklám helye, de tegnap voltam a Rossmannban, és találtam ezt az ötféle gabonából készült bio zappehely mixet. Zappehely, tönkölypehely, árpapehely, rospehely és rizspehely. És gondoltam, hogy ez tök jó, mert minél sokszínűbben étkezünk, annál jobb, többféle vitaminhez meg tápanyaghoz tudunk jutni. Szóval gondoltam, hogy itt is érdemes egy kicsit így kísérletezni, mert amúgy sima zappehelyet szoktam csak venni. 2000 forint a 250 ml bio kanadai juharszirup. Szerintem egyáltalán nem drága. DM-ben kapható magvak. Leginkább ezt a napraforgó magot szeretem, és ami durva, hogy ez Magyarországon termesztett. Napraforgónak a magja. Ugye ezt Magyarországon termesztik, kiviszik Ausztriába, ott becsomagolják, majd visszahozzák ide Magyarországra. És egyébként az a durva, hogy mit ilyeneket eléggé sokszor hallok, hogy például szarvason isteni jó rizst termesztenek, onnan szarvasról elviszik Olaszországba, majd visszahozzák Magyarországra, mint olasz risotto rizs. Forra vérem kb. Ami másikról, amiről hallottam, az az, hogy a már feldolgozott csirkemellfiléket becsomagolják, elviszik ilyen hűtött teherautókban, és utaztatják országokon keresztül, majd visszahozzák Magyarországra, mint valami hűha külföldi csirke, egy ilyen nagyon hűha és iszonyatosan drága. Szóval ez a termékutaztatás, én teljesen nem értek hozzá, egyáltalán nem értek hozzá, hogy ez mi, ez valamilyen adó, és nem tudom milyen buherálás, de szerintem tök undorító. Nem fog soha megszűnni, de nagyon nem értek vele egyet. Miért kell mindig kivinni az országba dolgokat, és ilyesek, hogy persze ugye nagy része azért csak kint marad ezeknek a dolgoknak, tök jó minőségű, tápláló, ásványanyagokban gazdag, magyar terményeket visznek ki, és akkor hozzák vissza a szar külföldi, de ami tényleg szar, tehát hogy nem jó minőségű. Én ettől rosszul vagyok. Azért marha lassul nálam a bevásárlás, hogy mindent így megnézek, hogy mi van rajta. Nincs rajta az, hogy hol termesztették, csak az, hogy ki forgalmazza. Szóval ki tudnak hozni a sodrabbal? Na mindegy. Szóval jó reggelt, és még kell dolgoznom egy, nem tudom, 2-3 órát, most bejött még egy munka, azon kívül még van 2, amit hétfőre kell csak leadnom, mert tegnap leadtam azt, amit mára kellett volna, úgyhogy eléggé jól haladok, délben hazajön párom, akkor elkezdünk pakolászni, feldobjuk a dolgokat a kocsira, és kb. Ott lesz a vlognak a vége, szóval...